Sokan azért szeretik az Apple okostelefonjait, mert egyszerű őket használni. Minden kéznél van, minden intuitív, minden úgy működik, ahogy az ember gondolná. Kivéve, ha Androidot használt előtte, mert akkor kicsit máshogy működik. A gyártó egy külön alkalmazással a tippekkel segít megismerni az iPhone-unkban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor elképzelhető, hogy még ennek alapos átolvasása után sem tudunk mindenről, ami megkönnyítheti, meggyorsíthatja a telefonunk használatát. Ebbe a videóba most 5 olyan tippet szedtünk össze, amivel még a szerkesztőség tapasztalt Apple-öseit is sikerült meglepnünk. Ezek iOS 15-ön egész biztosan működnek, de korábbi rendszereken is érdemes tenni velük egy próbát, aztán meg ha lehet, frissíteni. Rögtön az elején egy ilyen bónusz tippként eláruljuk, hogy szemben azzal, amit a reflexeink diktálnak, az alkalmazásokat nem éri meg bezárni. Megnyitásuk ugyanis sokkal több energiát visz el, mint amennyit akkor kérnek, ha a háttérben csendben üzemelnek. Ráadásul csak pár másodpercig maradnak aktívak, utána átállnak felfüggesztett állapotba. Az alkalmazás váltóban az utolsó állapotukat látjuk, de csak készenléti állapotban vannak ilyenkor. A home gomb nélküli iPhone-okon nagyon egyszerűen válthatunk a futóappok között. Csak csúsztassuk az ujjunkat a lapozás irányába a képernyő alján lévő csíkot megragadva. A főképernyőn jobbra lapozva az utoljára megnyitott alkalmazás jelenik meg. A mobilok apró kijelzőjén pötyögve könnyű mellé jutni, és egyszerűbb, vagy legalábbis kevésbé idegörlő visszatörölni a beírt szöveget, mint megpróbálni pont két betű közé bökni. iPhone-on és iPad-en ugyanakkor van lehetőségünk arra, hogy előhívjuk a kurzort. Csak tartsuk rajta az ujjunkat egy másodpercig a szó közön, ilyenkor a billentyűzetből touchpad lesz, és pont odaigazíthatjuk a kis csíkot, ahova kell. iOS-re néhány évvel ezelőtt érkeztek meg a widgetek, amiket most már az appok közé is kipakolhatunk, azonban ha mindent odaraknánk, az rengeteg helyet elfoglalna. Szerencsére most már egymásra is pakolhatjuk ezeket a widgeteket, és lapozgatással válthatunk köztük. Ehhez először a főképernyőn tartsuk nyomva az ujjunkat egy üres területen, majd amikor elkezdenek remegni az alkalmazások, bal fent nyomjunk a pluszra. Válasszunk ki egy tetszőleges widgetet, helyezzük el, majd ismét nyomjunk a pluszra, adjunk hozzá egy újabbat, és utóbbit húzzuk rá az előbbire, mintha csak egy mappába akarnánk rendezni őket. Ez a funkció csak ugyanolyan méretű widgetekkel működik. Ezt követően az így létrejött widget paklit már úgy is bővíthetjük, hogy rányomunk és a plusszal újabb elemeket adunk hozzá, legfeljebb 10-et. Aki többet akar tudni a widgetekről, az csekkolja a leírásban található linket. Amikor Steve Jobs megálmodta az iPhone-t, úgy gondolta, hogy csak akkor elfogadható a képernyőméret, ha egy átlagos ember a hüvelykujjával mindent elír, amikor egy kézben tartja a telefont. Ma már megmosolyogtató az első iPhone 3,5 hüvelykes képátlója, amikor az iPhone 13 mini is 5,4-es, az iPhone 13 Pro Max pedig 6,7 hüvelykes. Az viszont tény, hogy egy kézben tartva a nagyobb telefonoknak még az alsó részét sem érjük át anélkül, hogy kényelmetlennek éreznénk. Erre is van megoldás. A billentyűzet alatt balra található földgömbön, vagy mosolygó fejen, attól függ, hogy hány nyelvet állítottunk be, tartsuk rajta az ujjunkat, majd válasszuk ki, hogy a képernyő mely széléhez szeretnénk igazítani a billentyűzetet. A nyílra bökve a kezelő felület újra teljes méretűre vált. Egyébként, ha a kijelző felső részét nem tudjuk elérni, ragadjuk meg a képernyő alját és húzzuk lefelé, azzal áthidalható a probléma. Sokan nem is tudják, mennyire sokoldalú a kereső, amit többféleképp is megnyithatunk. Ha alkalmazásban vagyunk, húzzuk le a képernyő tetejéről az értesítéseket, majd lapozzunk egyet jobbra és megtaláljuk a keresősávot, de ugyanezt elérhetjük úgy is, ha a főképernyőt megragadjuk és lehúzzuk. A keresővel, nevével ellentétben nem csak keresni lehet, abban is hatékony egyébként, akár az eszközünkön, akár az interneten akarunk valamit megtalálni, hanem számolni és konvertálni is. Ha elkezdünk beírni matematikai műveleteket, azonnal megkapjuk az eredményt, ha pedig pénzt vagy mértékegységet adunk meg, rögtön átválthatjuk az értékeket. Van még hasonló tippetek? Osszátok meg velünk és a többiekkel lent a kommentek között. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt, hogy értesítést kapjatok, amikor felkerül egy új videó. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a szuper köszönet és a csatornatagság funkciókkal ezt is megtehetitek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!